Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk az ifjúsági házban, és hamarosan egy érdekes élménybeszámoló kezdődik, hogy mi is ez pontosan, arról Szepesi Tiborral, a Déliné Kulturális Központ megbízott igazgatójával beszélgetünk. Adódik a kérdés, hogy a Pényi István hogyan is került Karcagra? Van-e valami karcagi kötődése? Egy kicsit messzebbről kezdeném a kérdésre a választ. A Délinében úgy gondoltuk, hogy vannak érdekes karcagi kötődésű és a nagyvilágot bejárt emberek, tehát próbálunk nekik egy olyan fajta előadás sorozatot szervezni október-november hónapban, ahol el tudják mondani élményeiket, és természetesen a karcagi közönség pedig ezt én azt gondolom, hogy nagy érdeklődéssel várva meg tudja majd hallgatni. Tehát célunk az volt, hogy be tudjuk mutatni valóban azokat az értékeket, amelyeket a világban a karcagiak megismertek és ide tudják hozni közzénk. A másik, ami nagyon fontos volt, hogy mindenképp legyen karcagi kötődése, ugye a kérdés is erre vonatkozik, hiszen a többi előadásból egyértelműen kiderül, hogy dr. Szatmári Judit előadásából az Egyesült Államokat bejárva, Fazekas Róbert szintén az Egyesült Államokat bejárva, illetve Németh Mihály nepáli utazásait fogja majd feleleveníteni itt a Déliné ifjúsági házában. És ugye akkor visszatérünk az eredeti kérdésre, hogy Pényi István ifjúsági olimpiai bajnok hogy kerül Karcagra. Ugye róla tudni kell azt, hogy van karcagi gyökere, hiszen a déd nagypapája Karcagon élt és dolgozott, a Villany Malomban volt főmolnár, tehát azt gondolom, hogy teljes joggal lehet itt közöttünk a mai estén. A karcagiak közül az idősebbek biztos, hogy tudják, hogy kiről beszélünk, de azért nevesítsük, hogy ki is az a déd nagypapa. Ugye hát van egyfajta rokoni szál is, hiszen az ő déd nagypapája az én nagyapám, Bétó Telek. Tehát a nagyszülők itt éltek Karcagon, ugye a családnak ez az ága, mi még mindig itt vagyunk, úgyhogy innen a család, illetve a karcagi kötődés. És hát gondolom azért a büszkeség is egyfajta meghívó szempont volt, hiszen akkor, ha a családjában van egy ilyen híres karcagi származású fiatalember, gondolom, hogy fontosnak tartott, hogy bemutassa a fiataloknak és idősebbeknek is. Igen, ez nagyon érdekes volt, mielőtt elindult Nanjingba, akkor beszéltünk telefonon, nyilván többször szoktunk beszélgetni, de akkor beszéltünk telefonon, és mondtam meg, hogy fényképezzen nagyon sokat, mert ha a dobogon végez, nehogy Isten megnyeri az ifjúsági olimpiát, akkor feltétlenül el kell jönni a Karcagra és elmondani az élményeit. Így történt, itt van, el fogja mondani az élményeit. Hát én azt kívánom akkor, hogy ez a mai este is nagyon sikeres legyen, és akkor várjuk a többi találkozót is az előbb elmondott emberkékkel. Én bízunk benne, hogy a ma este is, és hát nyilván a többi is nagyon sikeres lesz. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Az előbb már hallottuk a kötődésedet Karcaghoz. Te milyen sűrűn jársz Karcagra? Hát Karcagra úgy évente egyszer-kétszer jövök. Sajnos az utóbbi időben ugye a versenyzés miatt már nem adott meg az a lehetőség, hogy annyiszor ellátogassak ide, de azért nagyon sokszor sűrűn el szoktunk jönni. Hallottuk, hogy a déd nagypapa az karcagi kötődésű. Tudsz egyébként, hogy a város jelenéről, vagy Szepi, illetve Szepesi Tiborral, csak mindenki Szepinek ismeri, vele azért tartod a kapcsolatot, tehát azért képben vagy, hogy mi fejlődik a városban, hogyha nem is tudsz eljönni. Igen, természetesen sok rokonom él itt, úgyhogy képben vagyok teljesen. Akkor mi is legyünk egy picit képben a te pályafutásoddal. Itt az előbb kérdeztem, hogy hány éves vagy, mondtad, hogy 17. Egyáltalán hogyan is jött ez a sport? Miért nem tájfutás, miért nem úszás? Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a sportlövészettel? A szüleim is sportlők voltak. Először a futballal próbálkoztam. Ott volt sajnos egy sérülésem, ami után ki kellett hagynom fél évet, és ekkor adódott meg az a lehetőség, hogy már betöltöttem azt az életkort, amikor el lehet kezdeni a sportlövészetet, és ekkor tudtam elkezdeni sportlőni. És ekkor megbeszéltem apukámmal, hogy én ezt ki szeretném próbálni, és végül engedett. És akkor kipróbáltam, ott akkor látszott, hogy tehetsége van benne, és utána ugye a futball helyett már maradt a sportlövészet. És hát akkor egyre jobban jönnek a sikerek, de egyáltalán amikor jó családon belül te tudtad, hogy milyen sportlövészed, de amikor elkezdted, akkor gondoltad, hogy ilyen sikeres leszel? Vagy inkább először csak hobbi volt, hogy apa nyomdokaiba lépsz egy picit, aztán amikor túlszányoltad, akkor az milyen érzés volt, vagy túlszányoltad? Hát ezt így nehéz megmondani, hogy túlszányoltam-e vagy nem. Hát bízom benne, hogy előbb-utóbb tugó fogom. Neki azért egy világbajnokságról, felnőtt világbajnokságról is van érme. Bízom benne, hogy sikerül majd túlszányolni. De igen, nagyban, amikor elkezdtem, akkor már így erre próbáltam törekedni, hogy egyszer olimpiai bajnok szeretnék lenni.
és akkor ez most sikerült. Beszéljünk egy picit erről a versenyről. Hol volt ez, és egyáltalán mennyire izgultál? Izgulsz a versenyeken nagyon? Igen, ez az ifjúsági olimpia volt Nanjingban, ez ugyanúgy 4 évente van a felnőtt olimpia között. Nanjing egy 12 millió fős város, és ugye a kínaiak kapták meg a lengyerekkel szemben a rendezés jogát. Természetesen nagyon izgultam, mert az olimpiára sokkal nagyobb ugye a külső nyomások, ugye a média, meg az olimpiai bizottság, meg a többi sportoló is, ugye sokkal nagyobb, sokkal több mindenkinek kell megmutatni ugye az eredményt. Úgyhogy nagyon izgultam, jobban, mint egy átlagos verseny, de ezt sikerült megoldani, úgyhogy örülök neki. És mit kell tudni egy versenyről? Ez hány napos, egy napos, tehát milyen feladataid vannak? Hiszen itt azért majd gondolom, hogy be is mutatod, hogy hogyan is zajlik egy ilyen verseny, de nézőinknek néhány mondatban foglald össze, légy szíves. Az ifjúsági olimpián 3 hetet töltöttünk el. Amikor megérkeztünk, akkor 1 hét csak az átállásra és az edzésekkel telt el, utána kezdődtek a versenyek. A verseny az ugye áll egy edzésnapból, utána a versenynapból, és itt volt utána még egy verseny, amire szintén volt egy edzésnap és egy verseny. Úgyhogy itt 4 napon keresztül ugye folyt a verseny, úgymond ugye a tényleges verseny előtt is végigedzettünk, meg utána is végigedzettünk a napi 2 edzéssel. Nálunk a verseny az 60 lövésből áll, erre van 1 óra 15 percünk, és előtte még van próbalövésünk. És az alapversenyben az első 8 helyzet jut tovább a döntőben pedig nullázódik az eredmény, és újra kezdődik teljesen, és akkor utána nulláról kell megmutatni 20 lövés alatt, hogy ki hanyadik helyet fogja elfoglalni. Itt láttak az előbb a fegyveredet, majd be is fogod mutatni. A versenyen mindenki saját fegyverrel versenyez? Igen, mindenkinek saját fegyvere van, saját beállításokkal. Teljesen különbözik. Egy 4-5 nagy fegyvergyártó cég van, akinek a fegyvere az élvonalba képes. És hogy ezzel a fegyver, az mennyiben segít? Tehát, hogy jó fegyvered van most? Ez is hozzásegített a győzelemhez, vagy inkább az, hogy ott nagyon sikerült átállni az időeltolódás miatt, meg nagyon tudták koncentrálni, és a sok gyakorlás most beérett? Igen, a sportlövészet az technikai sport is, úgyhogy nagyon számít az, hogy az ember megtalálja a hozzá legjobban passzoló fegyvert, míg a kijutást azt másik fegyverrel szereztem meg, utána megkeresett a jelenlegi fegyvert gyártó cégem, hogy szponzorálna, és átváltottam erre a fegyverre, és ezzel úgy néz ki, hogy még jobban megtaláltam az összhangot, úgyhogy sikerült már ezzel a fegyverre felzárkózni a felnőtt élmezőimben is, és sikerült a 20. helyet megszerezni a felnőtt világranglistán így az idei évre. Úgyhogy igen, nagyon számít az, hogy kinek milyen a fegyvere, és mennyire találja meg a hozzá legjobban illő fegyvert. Akkor 4 év múlva már te nem az ifjúságin fogsz indulni, hanem a felnőttön, hogyha jól számolom az éveidet. Igen, 2 év múlva lesz a Riói olimpia. Most kezdődött meg a kvalifikáció, és bízom benne, hogy tavasszal már sikerül megszerezni a kiutást, és fel tudok utána készülni az olimpiára. Reméljük, hogy így lesz. Egyébként mit jelent neked most ez a siker? Szakmailag azért gondolom, hogy nagyot lépte előre, de emberileg ezt hogy lehetett feldolgozni, hogy 17 évesen ott álltál, és mindenki téged ünnepelt? Hát erre ugye sokat készültem, már 4 évvel ezelőtt ugye már kinéztem, hogy ugye pont az a korosztály lesz, aki erre ki tud jutni, és tud kvalifikálódni, és eredményt akar élni, és hát nagyon örülök neki, hogy sikerült, és tényleg a ifjúság olimpia az ember életében csak egyszer lehet, és ezt sikerült így éremmel zárni, ráadásul 2-vel, egy arannyal és egy bronzzal, és nagyon örülök neki. És akkor most a következő 2 év a kvalifikációval fog átállni, de hogyan telnek az iskolás éve? Hát gondolom magántanuló vagy. Igen, magántól lettem az idei évtől kezdve, úgyhogy így telnek, de a sporttal már megkeresett több külföldi amerikai egyetem is, és valószínűleg ott fogom majd folytatni a tanulmányaimat, mert ott jobban lehet majd a sportot is, meg az egyetemet is összehangolni. Hát akkor nagyon sok szép szakmai és sport sikereket is kívánok neked, és akkor ezért a szíved csücskében maradjon meg továbbra is, Karcag. Köszönöm szépen!